Szeretettel köszöntelek. Péntek este van, Biblióra. Isten hozott benneteket, és úgy kívánom azt, hogy megérkezzünk minden ilyen alkalomra, és lecsendesedjen bennünk a lélek, és meg tudjuk hallani az Isten hangját. A bizalom kiszolgáltatottá tesz bennünket, de a jó kapcsolat elengedhetetlen feltétele, hogy bízzunk. Isten megbízik bennünk, ne felejtsétek ezt, amikor szent lelkével ajándékoz meg, amikor feladatot bíz ránk, amikor megengedi, hogy a sátán megkísértsen és megpróbáljon, ilyenkor mindig megbízik bennünk gyermekeibe. Te megbízol Istenben, amikor vezetni akar? Tanácsol, parancsol, irányít, bátorít, lelkesít? Gyere és mondjuk el neki, hogy ma este is szeretjük őt, és megbízunk benne. És kérjük azt, hogy vezessen bennünket. Istenünk, áldunk téged azért, hogy jelenlétedbe kerülhetünk ma este ismét. Köszönjük azt, hogy elcsendesedhetik a lelkünk, megállhatunk egy rövid időre, és meghallhatjuk a te hangodat. Urunk, kérünk, hogy szólj hozzánk, taníts bennünket. Köszönjük, hogy igét adtál, amit olvashatunk, ami a te igazságod, és köszönjük, hogy adtad a te lelkedet, ami betölt bennünket, és azáltal megérthetjük, és megélhetjük a te akaratodat. Kérünk, drága Szentlélek, hogy jöjj, szolgálj felénk az Isten igazságával, szolgálj felénk a te erőddel, és formálj bennünket. Kérünk, hogy munkáld a mi üdvösségünket tovább, és segíts, hogy mi is munkálkodjunk ezen veled együtt. Kérünk, hogy így áld meg közösségünket. Amen. Ma a bölcsességről lesz szó, és ehhez fel fogjuk olvasni Jób könyvének a 28. részét. Gyertek és keressük meg ezt az ige szakaszt, és figyelmesen olvassuk együtt, és hallgassuk. Az ezüstnek bányája van, az aranynak pedig helye, ahol mossák. A vasat a földből hozzák elő, a rezet pedig kőzetből olvasztják. Véget vet az ember a sötétségnek, sorra végigkutatja a sűrű homályban és sötétségben levő köveket. Aknát törnek lakatlan helyen, a járókelők elfeledkeznek róluk, az emberektől messze függnek, himbálóznak. A föld, amelyből kenyér terem odalent, olyan, mint tűz pusztította volna. A zafír kőzetben található, az arany pedig rögöcskékben. Ösvényét nem ismeri a ragadozó madár, a sólyom szeme sem pillantja meg. Nem járnak ott vadállatok, az oroszlán sem lépked rajta. A legkeményebb követ is megmunkálja, a hegyek tövét is földúlja. A sziklákban folyósót hasít, és minden drágaságot meglát a szeme. Eltömi a beszivárgó vizet, napvilágra hozza, ami rejtve van. De a bölcsesség hol található? Hol van az értelem lelőhelye? Nem ismeri értékét a halandó, nem található az élők földjén. A mélység ezt mondja, nincs bennem. A tenger ezt mondja, nálam sincsen. Nem lehet megvenni színaranyért, nem lehet árát ezüstben kimérni. Nem fizethető meg ofír aranyával, sem drága ónixszal vagy zafírral. Nem ér föl vele az arany és az üveg, arany ékszerekért sem cserélhető. Korall és kristály nem is említhető. A bölcsesség birtoklása drágább a gyöngyöknél. Nem ér föl vele a kusból való topáz, színarannyal sem lehet megfizetni. Honnan jön tehát a bölcsesség? Hol van az értelem lelőhelye? Rejtve van minden élő szem előtt, az ég madarai elől is el van takarva. A pusztulás és a halál ezt mondja. Csak hírét hallottuk fülünkkel. Isten ismeri az ahhoz vezető útat, ő tudja annak lelőhelyét. Mert ő ellát a föld széléig, mindent lát az ég alatt. Amikor megszabta a szél erejét és megállapította a vizek mértékét, megszabta az esőnek a rendjét, és a mennydörgő viharfelhő útját. Akkor megtekintette és számba vette, elkészítette és megvizsgálta a bölcsességet. Az embernek pedig ezt mondta, íme az Úr félelme, a bölcsesség és a rossz kerülése az értelem. Mi is a bölcsesség? Hadd hozzak néhány meghatározást, amit megtaláltok könyvekben, és majd hozzam az Isten igéjének is a meghatározását. Több rétegű jelentéssel bír a bölcsesség fogalmunk.
Egy ilyen elsődleges jelentés a mi világunkban az a gyakorlati élethez kötődő jelentése. Bölcsnek lenni azt jelenti, hogy tapasztalt vagy ügyes is, értsz a szakmádhoz. Azt olvassuk a Bibliában, amikor a Szent Sátort építették, hogy Isten bölcs szívet ajándékozott a sátor építőknek. Pál apostol azt vallja, hogy az evangéliumnak lett a bölcs építőmestere. Megfontoltságot, józani előrelátást, ítélőképességet jelent. A tíz szűz példázata is ezt mondja, hogy a bolondok megfontoltak, vagy az okos szűzek megfontoltak voltak, józanok voltak, előrelátók voltak, és készültek a vőlegénynek a fogadására. Példabeszédek 14. rész, 14. részében a 8. vers így hangzik: az okos azért bölcs, mert érti a dolgát. Mert érti a dolgát. Ez a gyakorlati élethez kötődő jelentés, meghatározás. Az értelmiségi élethez is kötődik jelentés a bölcsességnek, ami így hangzik, hogy a bölcs az, aki ismeri az élet és a világ törvényszerűségeit tapasztalati alapon, tapasztalataiból. Iskolázottat jelent, kíváncsit, érdeklődőt, tanuló embert. De a Biblia bölcsesség fogalma ezen túlmutat, mind a gyakorlati életen, mind pedig az értelmiségi életen, és egybefoglalja az egész embert, a teljes lényünket, és az életútunkat jelenti, az életvezetésünket jelenti, ehhez kötődik. Azt mondja az Isten igéje, hogy az a bölcs ember, aki hallgat Istenre és fél Istent. Ez nem csak egy pillanatnyi döntéshez szükséges bölcsességet jelent, nem is csak az evilági tapasztalható életre vonatkozó általános bölcsességet, hanem a teljes lényünkre vonatkozó, átfogó, örökkévalóságba átívelő bölcsességet. Meg kell valljam nektek, hogy nekem szükségem van bölcsességre. Napról napra, hogy telik az idő, erre rájövök, hogy szükségem van bölcsességre. Életemben sok bolondságot elkövettem, tapasztalatlanság, ismerethiány miatt, de talán a legtöbbet azért, mert nem ismertem Isten akaratát, és amikor ismertem is azt, nem hallgattam rá. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, gondolkozz el ma délután, ezzel kapcsolatban van-e elég bölcsességed az élethez? Minden sínen van az életedben? Te is sínen vagy? Jó irányba tartasz? Jobb, miután meghallgatta barátait, ismét védőbeszédet mond, és több részen keresztül olvashatjuk ezt a védőbeszédet, és ebből olvastunk egy részletet most a 28. részből. Nézzünk meg néhány alapigazságot, amit megtanulhatunk tőle. Az egyik gondolat az elején úgy hangzik el Jobbtól, hogy minden dolognak megvan a forrása, ahonnan be lehet azt szerezni. A különféle alapanyagoknak megvannak a lelőhelyeik. Kibányásszuk a föld alól, kivágjuk a fát az erdőből, és felhasználjuk azt építészetben, felhasználjuk azt eszközeink készítésében. Megvan a lelőhelye, ismerjük azt, kikutattuk azt, és ki tudjuk bányászni, ki tudjuk nyerni azt, és tudjuk, hogy hol van a forrása. Ha modern ízléses bútort akarsz vásárolni, akkor elmész az IKEA-ba, és szétnézel, és megvásárolod, ott van a forrása. Ha sportfelszerelésre vágysz, akkor menj el a Decathlonba. Ha finom széke élelmiszerhez akarsz hozzájutni, akkor felkeresel egy termelő gazdát, és megtalálod a forrását. Ha tudást akarsz szerezni, akkor elmész az iskolába, egyetemre, olvasol, tanulsz, és tudod, hogy hol a forrása. Ha szakmát akarsz tanulni, keresel egy jó szakembert, és mellé állsz, és megtanulod, tudod, hogy hol a forrása. De jön Jób is feltesz egy kérdést, kétszer is felteszi ezt a kérdést. De a bölcsesség vajon hol található, az értelem hol található? Nem csak egyszerűen az a bölcsesség, amit mi tudásnak nevezünk, hanem az a bölcsesség, ami az élethez kell. Nem csak egy szeletéhez, hanem a teljes élethez. Nem lehet megvásárolni, azt mondja Jobb, nem lehet megvásárolni arannyal, ezüsttel, drágakövekkel, ékszerekkel, legdrágábbakkal sem.
Nem lehet megvásárolni üzletben, egyetemen, teológián, még az egyházban sem. Egyik ember nem adhatja el a másiknak a bölcsességet, és nem adhat bölcsességet. Igen, az ember ismerheti az útat, és mutathatja az útat személyes példájával, hogyha már megtalálta a bölcsesség forrását, de adni nem adhat a másik embernek. Taníthat róla, bátoríthat rá, de a legjobb dolog, ha megmutatja a forrását. És ezt meg tudja tenni. Jobb azt mondja, hogy nem található az élők földjén a bölcsesség. A látható, tapintható világunkban nem lelhető fel a bölcsességnek a forrása. Azt is mondja Jobb, hogy a halandó ember nem ismeri a bölcsesség értékét. Ez egy fontos gondolat, hogy mi mullandó emberek nem ismerjük már a bölcsességnek az értékét. Ha az emberek ismernék a bölcsesség valódi értékét, akkor vernék le egymást, hogy eljussanak a forrásához. De sejtem, hogy a bölcsesség valódi forrásánál ma nem állnak sorban. Salamon bölcsességet kért Istentől, és kapott bölcsességet. És egy időben Salamonnak a trónusánál sorban álltak, hogy hallgassák őt, hogy tanuljanak tőle. Aztán eljött Jézus, és egy adott pillanatban, amikor tanítja Izraelt, beszélget velük, beszélget az előkelőkkel, a tudósokkal, és beszélget az egyszerű emberekkel, arra következtetésre jut, hogy Izrael népének nem kell az ő bölcsessége, nem kell az a bölcsesség, amit ő tud adni, és ő tud nyújtani, és ezért azt mondja, hogy Dél királynője ítélője lesz azoknak, akik akkor, amikor találkoztak vele az élő bölcsességgel, nem hallgattak rá, nem fogadták be őt. Dél királynője el fogja ítélni őket majd azon a napon, amikor lesz az ítéletnek a napja, mert ő eljött Salamonhoz, hogy tanuljon, hogy a bölcsességet átvegye, hogy megismerje. Hol van a bölcsesség forrása? Rejtve van az emberi szem elől. Madarak szeme sem látja, mondja Jobb. Nincs rajta a térképeinken, nincs meg a szaküzlet hozzá, vagy a külön polc az üzletekben. Ugyan van bölcsészkar az egyetemeken, de olyan kevés köze van az igazi bölcsességhez, amiről szól Jobb, mint az oroszlánnak a spenóthoz. Milyen bölcsesség az, ami nem állandó, nem, hanem változó, relatív és ellentmondásos. Egyik pillanatról a másikra megváltozik, egyik korról a másikra, generációról generációra változik. Milyen bölcsesség az? Azt is mondja Jobb, hogy a pusztulás és a halál, vagyis minden, ami mullandó, csak hírből hallott róla a bölcsességről. Az ember olyan messze került ettől a forrástól, hogy csak álomszerűen rémlik valami kevés gondolatfoszlányszerű, ahol abból a bölcsességből, amit valamikor birtokoltunk. Egyedül Isten ismeri a bölcsességhez vezető útat, mondja Jobb. Sőt, ő maga az út, és ő maga a bölcsesség is, azt mondja Jobb, hogy ő készítette el a bölcsességet az ember számára is. Ezért nála kapható, tőle tanulható, ő tud adni bölcsességet. A bölcsesség megszerzése egyenlő, mondja az utolsó versekben Jobb, Isten félelmével. Az Isten félelme tiszteletet, engedelmességet jelent. Isten előtt való megalázkodást jelent. Egy olyan fogalom, ami sok mindent jelent. Az Isten iránti szeretetet, elköteleződést, azt, hogy szolgái vagyunk, gyermekei vagyunk, atyaként tekintünk rá. A bölcsesség megszerzése egyenlő ezzel az Isten félelem. A bölcsesség birtoklása egyenlő a rossz elkerülésével. Így lehet a tied. A Krisztus követőknek feladata, hogy tanítvánnyá tegyenek másokat. Vagyis Krisztus követővé tegyenek másokat.
Erre hívta el a 12-t Jézus, de nem csak a 12-t, hanem mindazokat, akik már tanítványokká lettek, Krisztus követőkké lettek, feladatként bízta rájuk, hogy tegyenek másokat is tanítványá. Nem tudunk mi bölcsé tenni senkit. Nem tudjuk senkinek az életét megváltoztatni, újjászülni, új mederbe terelni. Mi erre képtelenek vagyunk. Bár megpróbáljuk, sokszor kínlódunk, hogy a mellettünk élő embertársakat, akiket szeretünk, akiket értékelünk, akikért fáj a szívünk, hogy megváltoztassuk, de nem tudjuk, nem megy. Annyiszor próbálkoztunk már. Nem tudunk senkit bölcsé tenni. Egyszerűen csak annyit tehetünk, hogy elvezessük a forráshoz, és bölcsé vált életpéldánkkal bizalmat gerjesszünk benne, hogy merjen a forrásból inni. De még ez is olyan sokszor nehezen megy. Egyedül Krisztus a bölcs életnek a forrása. Hegyi beszéd jut mindig eszembe, amikor a bölcsességről gondolkodom vagy tanítok. Azt mondja Jézus a hegyi beszéd végén, hogyha valaki hallja és megtartja ezeket a beszédeket, amiket ő elmondott előtte, az olyan, mint az az okos, bölcs ember, aki a házát kősziklára építette. Jöhetnek az élet viharai, viharos napjai, hónapjai, évei, rendíthetetlenül megáll annak a háza, ezt mondja Jézus Krisztus. Igen, jobbra ráillik ez a fajta bölcsesség. Próbatétel előtt istenfélő, bűngyűlölő, fedhetetlen, igaz ember volt, ezt maga Isten mondja. Ez a hűsége és kitartása Istenben és Istennel rendíthetetlenné tette a kibírhatatlan próbatétel alatt is. Történetet, mikor olvassuk, akkor látjuk, érzékeljük, hogy rengett alatt a föld, hemzsegtek a démonok, hogy lerázzák a kőszikláról. Jobbról, balról pofoncsapások érték még a barátaitól, sőt a feleségétől is. Felülről beborult az ég, és nem látta Isten arcát. Közben elbizonytalanodik is, kesereg is, de ez csak pillanatig tart, mert Istenben gyökerezett hite megtartotta. Olyan szép az, amikor Jézus egy-egy hozzá menekülő embernek azt mondja, hogy a te hited megtartott téged. Hit is az Isten ajándéka. Az Istennel szoros közösségben élő ember kapja ezeket az ajándékokat, az élő hitet, ami belegyökerezik az élő Istenbe, és megtart a megrendítőbb körülmények között is. Hogyan hat rám Jobbnak a tanítása? Ahogy olvasom ezeket az igéket, ezt a történetet újból most ebben a sorozatban, kívánom, megkívánom, és kértem ma reggel is az Istentől, hogy töltsön meg az ő bölcsességével. Mentem a forráshoz, és kívánom azt, hogy az életemet úgy éljem le, hogy naponta merítek ebből a forrásból. Éljek mindig Isten közelében, ez a vágyam. Tegyem tőle függővé a mindennapjaimat. Vágyok erre. Nem mondom azt, hogy már elértem. De felgerjesztette ismét bennem a Szentlélek ezt a vágyat, hogy függjek az Istentől minden nap. Függővé tegyem a családomat, a családi életemet, a házasságomat, a gyereknevelésemet, az anyagi helyzetemet, a szolgálatomat, a munkámat. Lelkiállapotomat, döntéseimet, terveimet, céljaimat, válaszaimat tegyen függővé az Istentől, mert ez a forrás a bölcsességnek. És arra is bátorít engemet, hogy legyek egy olyan tanítvány, aki másokat is Krisztushoz vezet. Mert ismerem már a bölcsességet. De legyek egy olyan tanítvány, aki akarok másokat is elvezetni ebbe az irányba. Krisztus forrásához, Krisztushoz magához. Jobb ezt tette, bár nem ismerte még Krisztust. Amikor erről tesz bizonyságot, olvassuk a bizonyságtételét, a védőbeszédét, akkor bizonyságot tesz erről, próbálja, igyekszik a barátait elvezetni az Istenhez. Mi lenne, ha mindnyájan Jobbhoz hasonlóak lennénk? De még inkább, mi lenne, hogyha mindannyian, akik most halljuk ezt az igei üzenetet, Krisztushoz hasonlóak lennénk?
Mi lenne, hogyha a gyülekezet napról napra egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá válna? Legyen az, történjék, legyen ez a vágyunk, legyen ez a kívánságunk, legyen ez benne az ima témánkba. És tegyünk ennek érdekében. Mi történne, hogyha egyre több ilyen értelemben bölcs ember lépkedne Barótnak az utcáin, Erdővidék utcáin, a világnak az utcáin. Ha olyan szülő lennél, mint Jób, amilyen volt, milyen lenne a gyermekeidnek? Gondolj csak végig. Ha olyan barát lennél, mint Jób, milyen lenne a barátaidnak? Szeretnél szomszédja lenni Jóbnak? Miért? Legyél te ilyen szomszéd ma. Ha minden kórteremben lenne egy Jób beteg, vagy minden osztályon egy Jób orvos. Ha minden iskolában lenne 4-5 Jób tanár, és minden osztályban 2-3 Jób gyerek. Ha a gyülekezetünk minden nap Jóbként járna kellene a városunk utcáin, akkor jobbá tennénk a világot. Á, nem tudom, hogy jobbá válna a világ emiatt, de azt igen, hogy Krisztust megismernék jobban, és Isten dicsősége beragyogná azt a helységet, azt a helyet, ahol ott vannak az övéi. És megtörténik ez minden nap, minden pillanatban, ahol ott vannak az övéi, akik követőivé válnak, mert az új életnek ez a természete vonz, és taszít is. Pál azt mondja, hogy nekünk, a Krisztus követőinek lennünk kell egyszerre az élet és a halál illata. Ha semleges az illatunk, az gáz. Nem lehetünk semlegesek, nem lehetünk langymeleg keresztjének. Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, hogy az ilyeneket kiveti a szájából. Ahogy nem szoktál langyos vizet inni, ha szomjas vagy, vagy hideget iszol, vagy forró teát, úgy Krisztus sem. Egyszerűen ezt a durva képet használja, hogy a langyos keresztjéneket kiköpi a szájából. Ízes, illatos, üdítő, serkentő, kívánatos keresztjének ismered magad? Ilyen a gyülekezeted, amiben jársz? Van-e még csiszolni való rajtad? Van-e még csiszolni való az egyházon, a gyülekezeten, amihez tartozol? Merjük megválaszolni ezeket a kellemetlen kérdéseket. Őszintén először magunknak, és engedni azt, hogy a lélek irányítsa imáinkat. Odaállni az Isten mérlegére nem szégyen. Odaállni az Isten mérlegére, és megvallani azt, hogy hiával találtatunk, nem szégyen. Az a szégyen, hogyha üres élettel leéled az életedet. Az a szégyen, hogyha nap mint nap, bőstelenül, emberi bölcsességgel csupán hozod meg a döntéseidet, és éled le azt a rövid életedet, amit adott neked Isten. És úgy éled meg az idődet, az energiádat, a képességeidet, hogy azokat elpazaroltad csak e világi mullandó dolgokra. Bölcsesség már az, hogyha annyira féled az Istent, hogy ráállsz az ő mérlegére. Engeded, hogy megvizsgáljon téged az ő igéje által, az ő igazsága által. Engeded, hogy betöltsön a Szentlélek, és az Isten igazságához, akaratához igazítsa az életedet. Hogy amit meghallottál a Bibliából, az igehirdetésből, azt megéled, és meg akarod élni. Gyertek, engedjük, hogy a Szentlélek irányítsa most a gondolatainkat, az imádságainkat is. Gyertek, kérjük az élet urát, hogy a bölcsesség Istenét, hogy folytassa jó munkáját rajtunk intenzíven, mert nem akarunk tétlenek és terméketlenek lenni. Kérjük a Szent Lelket, hogy töltsön be és árassza rajtunk keresztül Krisztus jó illatát, jó hírét ott, ahol élünk. Legyünk Isten dicsőségének kisugárzói, hisz erre teremtett. Istenünk, itt állunk előtted, köszönjük ezt a nagyon régi történetet, köszönjük Jobbnak az életét, életpéldáját, gondolatait, köszönjük azt, hogy láthatjuk az életéből, hogy
hozzád folyamodó, belőled merítő emberként élt, és a legnehezebb pillanatokban sem veszítette el a lába alól a talajt, a kősziklát, mert rajtad állt, mert beléd kapaszkodott. Urunk, köszönjük ezt az életpéldát, de köszönjük a Krisztus példáját is, aki arról beszélt, hogy aki őt látta, az látta az atyát, és arról beszélt, hogy ő mindenben engedelmeskedett annak, amit az atya mondott neki, amit tőle hallott. És ezért volt olyan bölcs beszédében és magatartásában és életvitelében, hogy az emberek csodálták és csodálkoztak és rajongtak érte és mentek utána, és csüngtek a szavain, és azt mondták, hogy nincs Izraelben hozzá hasonló. Urunk, köszönjük, hogy ránk bíztad az evangéliumot, köszönjük, hogy a te népedre, a tieidre bíztad a tanítványságnak a feladatát. Urunk, kérünk, segíts, hogy ezt a feladatot felvegyük újból magunkra. Akarjunk tanítványá tenni másokat, hogyha már mi azokká lettünk. És kérünk, segíts nekünk, hogy ne eltitkoljuk, ne elzárjuk, ne elhallgassuk a bölcsesség forrását, hanem elvezessünk oda minél több embert. Urunk, segíts és készíts erre a szolgálatra, már a mai estén, de a következő napokban is. És imádkozunk azokért, Istenünk, akik még bolyognak ebben a világban emberi bölcsességek után, kutatva és emberi bölcsességgel élve le az életüket, pazarolva a mullandót, és a mullandóban kérünk, Istenünk, hogy a te lelked által segíts nekünk, a gyülekezetnek, az egyháznak úgy hirdetni az evangéliumot, és úgy megélni az evangéliumot, hogy minél több ilyen ember megismerjen téged, Krisztus. Kérünk, hogy így törzs be a te lelkeddel, törzs be a te tüzeddel, és építsed tovább a te országodat ebben a világban. Legyen minden a te dicsőségedre, Istenünk. Amen. Van értelme az életnek, lehet egy boldog életet élni Istenben, lehet egy bölcs életet élni Istenben és Istennel, és ehhez a Szentlélek megadja az erőt, hívjuk őt segítségül. Isten áldjon meg benneteket. A szentek szentje többé nincsen zárva.